A Határtalanul című program pályázati keretein belül június elején Szlovákiába Felvidékre utazhattak el a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulói. Még a 2015-ös év végén nyújtottunk be pályázatot a Határtalanul programra. Ez most az Emberi Erőforrás és Támogatás Kezelő működteti, és szerencsére nyertünk immár harmadik alkalommal. Pályázat keretében 30 diák, 7. osztályos tanuló a Felvidékre utazhatott 4 nap erejéig. Ennek a programnak az a célja, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat építse, elmélyítse, ezáltal a fiatal generációban is erősítse a nemzeti összetartozás érzését. Célunk magyar történelem számára fontos városok felkeresése, illetve egy testvérkapcsolat kiépítése, a kassai Márai Sándor anyanyelv, magyar tanítási nyelvű gimnázium és alapiskolával. Június 2-án indultunk, és 5-én érkeztünk haza. Az első napon Kassán szerepeltünk, ahol nagy sikert aratott a 7. K osztályosok műsora. Aztán sétáltunk a Szárdelői völgyben, másnap meglátogattuk a Betléri kastélyt, az Andrássy mauzólumot, jártunk Lőcsén, a Szepesi várban, harmadik nap Késmárkon a Tököli mauzólumot kerestük fel, illetve az utolsó napon a Dobsinai jégbarlangot is megcsodáltuk. Hát Kassán egy magyar nyelvű iskolában léptünk fel, a Márai iskolában, ahol a magyar gyerekeknek adtunk műsort. Neked volt egyéb feladatod is. Mi volt ez? Én zongoráztam a Rózsaszín Párducot. Hány éve zongorázol, és nehéz volt-e ezt a darabot megtanulni, és egy kórust kísérni vele? Hát 5 éve zongorázom, és hát nehéz volt az elején, de utána már tudtam. A Csorbató tetszett a legjobban, mert hegyek között volt, és szép volt a táj. Személy szerint nagyon vártam, és nagyon jó volt együtt tanulni új dalokat, és nagyon jó volt, mert vártak minket, és látszott rajtuk, hogy élvezik, hogy hallgathatnak minket. Miket adtatok elő a vendégek számára? Clap Your Hands-et, Kodály Zoltán Tántum Ergo, Szép Tavasz, és Rika Rika. Ki volt a felkészítő tanárotok ebben? Somogyiné Kovács Andrea. Bence Anna, Szekrián Henriett a kolléganőmmel együtt hárman készítettük a pályázatot, és a gyerekek előzetes feladatokban kis előadásokkal készültek. Külön idegenvezetést nem lehet Szlovákiában, tehát a buszon nyújtottunk nekik ismereteket, illetve ők mondták el a kis előadásukat, és összegzésképpen pedig feladatlapot töltöttünk ki a buszon az látottakról. Korábban már jártam külföldön, de olyan helyen, ami régebben Magyarország része volt, még nem volt szerencsém eljutni ezelőtt. Nagyon sok helyen voltunk, és nagyon szép nevezetességeket látogatunk meg. Nekem például a Betléri kastély nagyon tetszett, mert hatalmas kertje volt. A Határtalanul program keretében 2010 óta megközelítőleg 100 000 magyarországi diák vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. Igazából nagyon jó látni, hogy máshol is vannak magyarok, és szívesen ajánlanám másoknak. Ha lehetőségem lenne elmenni, akkor szerintem ismét elmennék, viszont esetleg egy kicsit kevesebb emberrel, mert valóban sokan voltunk, tanárok is kevesen voltak, viszont nagyon jól bírták, és
és igen, tudom ajánlani másoknak is. Elég jelentős terhet levett a szülők válláról az anyagiakat tekintve ez a támogatás. Körülbelül az 50-55%-át lehetett pályázati pénzből finanszírozni. A külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére, a Határtalanul program felhívásaira a jövőben is pályázhatnak majd a különböző oktatási intézmények.